Jó napot kívánok! Ez a Heti TV, Heti Jazz című műsor. A Gaje Ferenc vagyok a műsorvezető, és ma egy nagyon különleges vendégem van, Horváth Péter jazzzongorista San Francisco-ból. Jól mondom? Tökéletesen. Köszöntelek a Heti TV-ben, a Heti Jazzben, és nagyon örülök, hogy eljöttél, mert hát régóta ismerjük egymást, 42 éve, még talán tegeződünk is, nem? Azt hiszem. Ha úgy alakul, nem gyakran jársz Magyarországra, ugye? Hát... Hazajössz te még Magyarországra? Hazajövök, csak a itt tartózkodásomnak a tartalma az nem nagyon hosszú, úgyhogy tipikusan a mamámat jövök megnézni, vagy ő jön ki hozzám, voltam elég sokat itt koncertezés. Igen, és most szerencsés szituáció volt, mert ha jól tudom, Dániában és Bécsben tartották kurzust. Igen. Tanítottál. És itt voltam, és Kopenhágában volt egy koncert, és jöttem Pestre. Igen. Ezek milyen kurzusok? Fiataloknak, vagy aki jelentkezik? Ilyen egyetemi iskola, jazz department, igen. Ahol tipikusan játszom egy ottani zenekarral, igen. Néha nagyobb zenekarral, és van egy mesterkurzus, amit adok nem csak zongoristáknak, hanem embereknek, akik ott tanulnak és érdekeltek. Tulajdonképpen amikor gondolkodtam, hogy mi legyen a bevezető mondat, akkor mindenféleképpen bele akartam cseppészni, hogy világsztár, de nekem ez ilyen kicsit fenkölt meg visszhangos, de így van tulajdonképpen, mert aki annyi világsztárral játszik együtt, mint te, ezt majd ugye a műsor folyamán meg fogjuk látni, meg fogjuk hallani, az maga is világsztár, én úgy gondolom. De nyilván nem gondolkozol ezen, hogy na most én most világsztár vagyok, nem. Vagy nem, hanem nagyon szereted a jazzt, és tudom, hogy tizenvalahány korod óta már az a műfaj, velé vetted az irányt. Pontosan. Egy azért hiányzik, hogy keveset jössz játszani Magyarországra saját formációddal. Most ezen majd próbálunk változtatni, ezt jó? Nagyon jól, nagyon, nagyon szeretnék jönni. Igen. Jó, akkor most figyelj, egy picit zenélünk, jó? Így a bevezető szavak után, és jöjjön egy Live in Japan című saját 16-os, azt hiszem a felvétel, ha jól tudom. Mindegy. Jó zene. Oké, kösz.
Légy szíves, pár mondatot erről a triódról mondjál, meg erről az egész japán turnéról. Oké. Okay. Amit itt az előbb nekem a zene alatt elmondtál például. Most. Ó, oké. Erről a felvételről ez 2016-ban kijött egy új lemezem, ami nem szükségszerűen ez a típusú zene volt, de csináltam egy eléggé hosszabb túrát, hogy a lemezt reklámozzam. Japánban. Japánban is, Dél-Amerikában is voltam, Latin-Amerikában, Európában is, és ez a bizonyos része annak a túrának, ez csak egy trió volt. A bögős, az egy bögős, akivel én játszok Amerikában a saját triómban, ő eléggé ismert, a Freddie Hubbard-el játszott 10-15 évig, a Gonzalo Rubalcaba, Michael Brecker, Benny Golson, szóval mindenféle ilyen szintű zenészek. Igen, igen. És tipikusan játszottunk Tokióba, Oszakába, és csak ketten jöttünk át Amerikába, felkértük ezt a dobos Tokióba, hogy játszunk belünk, és szóval ez volt egy része annak a túrának. De például amikor más helyen játszottam, például Dél-Amerikában, teljesen más típusú dolgot csináltam, szükségszerűen az, amit a lemezem reprezentált, tehát egy nagyobb zenekarral és saját kompozíciókat, meg ilyen dolgokat. Visszaugrunk egy pár évtizedet. Hogy kezdődött nálad ez a jazz őrület, ez a jazz szeretete? Meg azt tudom, hogy zenész családból számodról, papa, mama foglalkozott a zenével, nem is akármilyen szinten, de hogy mi fogott meg téged akkor, abban a pillanatban, amikor azt mondtad, hogy na, én ezt? Hát szerencsém volt, mert anyám, aki énekesnő volt, és még mindig is, ő külföldről hozott nekem lemezeket, és lehettem talán 13 vagy 14 éves, vagy valami ilyesmi. Elég sok rock zenét hallgattam, meg ezt, meg azt, meg Emerson, Lake and Palmer, meg ilyen dolgokat. Szóval egy ilyen úton voltam arra, hogy a fülem egy kicsit kinyíljon, és akkor meghallottam az Oscar Peterson. És elvesztettem az érdeklődésemet mindenbe, ami az életemben volt, focizás, ez az, csak azt akartam hallgatni. Úgyhogy ő volt az első hatás rajtam, és hosszú évekig meg is maradt. És, de nyilván jártál közben zongoráttal. Én klasszikus zongorát. Mert azért az nyilván az nem kerülhető. Én klasszikus zongorát tanultam 5 éves korom óta, és a Szmrecsányi Magda például volt a zongoratanárom, aki a Kocsi Zoltánnak, Ránki Dezsőnek volt a tanára. Eléggé erőteljes tanár volt, néha mentem a zene a leckére, és eléggé féltem, hogy mi lesz ma, de visszatekintve rengeteget tanultam tőle. Még két dolgot szeretnék, mert így belekapaszkodnék ebbe az Oscar Peterson témába. Gondolkodtam rajta, hogy fölhozzam-e, de itt a Facebookon az elmúlt időszakban egy ilyen hitvita úgymond alakult ki, hogy hát a túlértékelt Oscar Peterson. Mi erről a véleményed? Hol a helye Oscar Peterson? Lehet, hogy nagyon triviális és nagyon rossz a kérdés a jazzben, de azért neked mi a véleményed erről? Nyilvánvalóan az én véleményem az, hogy túlértékelt, az egy eléggé furcsa szó az Oscar Peterson, aki szerintem majdnem minden jazz zongorista hatása alatt volt valamilyen kapacitásban. Úgyhogy ikonikus ember, és egy nagyon-nagyon nagy része a jazz zongora históriának. Úgyhogy én nekem semmi más, csak respektálásom nincs az irányába. És ma még mindig, amikor használom őt, akkor köszönjük, imádom. Köszönjük a jogok nevében, meg egyáltalán. Egy másik dolog, aztán be kell, hogy valami 40, több mint 40 éve találkoztunk először a postás zeneiskolába, a Pap Józsinál, ugye, ha jól tudom. Emlékszem. És akkor ezt tulajdonképpen csak azért hoztam fel, hogy akkor a jazz tanulmányait tulajdonképpen ott kezdődtek. Ott kezdődtek. Azt hiszem 16 és fél éves voltam, és
Fiatal kisfiú voltál. Fiatal kisfiú voltam, de a másik, ami nekem nagyon, nagyon hatott helyileg rám, az, hogy a Kimi tudott néztem. Igen. És láttam a Pleszkán Fricit. Igen. Aki régebb a barát, pár évvel később a barátom lett, és a Füsti Balogot, meg a Kis Rákfogó zenekar, és én tudtam, hogy én ezt akartam csinálni. Úgyhogy, ikonikus zongoristák voltak. Igen, igen, igen. Szerintem már akkor, és bocsánat, hogy közbevágok, a Peterson a Fricitől sem állt messze, sőt. Igen, nem, nem. De azt, hogy őt látni a postásban, igen, a postás igen. iskolában, egy osztályterembe zongorázni, azt még most sem felejtem el, hogy mennyire hatása alatt voltam. Igen. Zenélünk. Absolute reality. Jól mondtam, jól ejtettem? Tökéletes. Igen. Akkor az jön az a zene, ez a legújabb lemezet. Jól igen. tudom? Igen. Jó, abból egy kis részletet akkor. Thank you.
Péter, mesélj egy picit erről a lemezről, légy szíves. Hatalmas sztárok játszanak itt egymás után, csak kapkodja az ember a fejét. Ez egy tulajdonképpen egy modern, nem standard világú lemez, ugye 8-ados, hogy mik vannak rajta. Most nem volt időnk végighallgatni az egészet, csak egy kis ízelítő. Hát légy szíves, egy pár szót beszélj erről a lemezről. Ez egy zenei montázs, kombinációja bizonyos stílusoknak, ami az én karrierem alatt azok a stílusok, amiket játszottam, és a hatásuk alatt voltam, és ez tulajdonképpen ez elkezdődött már Magyarországon, amikor a Kaszakő zenekarban játszottam. Te voltál a Kaszakőben? Igen, igen. A László Attila fénekar. László Attila. Igen, amikor igen. Én voltam László Attila, Lakman Béla, Lakatos Tóni, Szende Gábor és a Horváth Kornél. Igen. És az volt az én introdukcióm ebben ilyen típusú zenékbe. És aztán, amikor kimentem előtte Bécsbe és utána Amerikába, ez folytatódott. Szóval ez a lemez, ez originális zene, tehát mindent én írtam rajtam. És aranzsáltam és produkáltam, és például ez a szám, ez egy eléggé funky, lüktetősebb dolog, de vannak latin hatású számok rajta, meg 6-8-ados dolgok, meg ez, meg minden. De nézd, mindent, amit csinálok, az én nyelvem, a hangszeren, az jazz. Igen. Úgyhogy az alap megváltozik, és mit tudom, én játszok egy bizonyos stílusú lüktetést, vagy egy zenét, alapot, de amit én játszok a tetején, azok, az mindig az én jazz nyelvemből jön. 79 vagy 81 volt, amikor elhagytál minket? 81 elején. 81-ben, és mi volt a indítatás, hogy elmenjél. Az, hogy tanuljál, vagy nem voltál megelégedve az itteni viszonyokkal, vagy ha erről lehet beszélni. Igen, ez egy kombináció volt mindennek, amit mondtál. Igen. Úgy gondoltam, hogy szeretném megpróbálni a szerencsémet zeneileg, és ez a gondolkodás, ez velem maradt az egész életem, hogy minden nap próbálok egy kicsit jobb lenni, mint a következő nap. És ez nem szükségszerűen azért történt, mert Magyarországon nem láttam lehetőségeket, mert amikor 18-19 éves voltam, akkor nagyon boldog voltam, hogy ilyen emberekkel játszottam, mint a Lakatos Tóni, meg a László Attila. Persze. Ez egy kombináció volt rengeteg mindennek. Úgyhogy én eredetileg Bécsbe indítottam. Nehéz volt? Azért ez egy nagy bátorság elindulni. A bátorságnak a része az volt, hogy a családomat itt kellett hagyni. Uh-huh. És akkor 81 elején az, hogy láthatod őket a jövőbe, az kétséges volt. Uh-huh. Úgyhogy, elmondanád nagyon röviden, mert persze. A Halper Laci, aki szintén nagyszerű műsorokat csinál, őneki volt egy ilyen videó, nem is videó, hanem csak hang, ugye, rádiós riport, és ott elmesélted bővebben, de mondd el a Heti TV nézőinek is nagyjából, hogy ez hogy történt. Szóval eldöntöttem, hogy ezt fogom csinálni. Igen. És a nagyszüleim és a mamámmal 24 órák keresztül voltam, hetekig és talán hónapokig is, ezt senkinek nem mondtam el, még a legjobb barátaimnak sem akkor. Meglepetésként ért mindenkit, igen, azt tudom. Igen, és azért még a távolságból bocsánatot kérek, de ennek így kellett lenni. Úgyhogy végül is márciusában, 81 márciusában kimentem Bécsbe, kaptam egy engedélyt egy pár napra, és ott maradtam. És anyám utána hónapokkal később a magyar kormány kiküldte, hogy hozzon haza, de nyilvánvalóan az nem történt meg. Ez, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Igen, és a többi az história. Szóval amikor Bécsbe voltam, akkor úgy döntöttem, nem kaptam politikai státuszt, mert évek ezelőtt az apám Svájcba élt, úgyhogy jártam ki külföldre. Úgyhogy az egyetlen módja annak, hogy én ott maradhattam, az az, hogy
hogy felvételiztem a Bécsi Konzervatóriumban, felvettek, és akkor oda jártam. És amikor elmentél, akkor már tudtad, hogy Amerikába akarsz, az a végcél, vagy csak egyáltalán el innen, és valami új vagy jobb felé? Nem voltam semmiben biztos. Semmiben biztos. Csak amikor már Bécsbe jöttem... Akkor ez egy nagy kaland volt. Nagy kaland volt. Amikor Bécsbe jöttem már két és fél évig, akkor már tudtam, hogy akartam menni. És akkor játszottam Leo Wright-tal, meg az Art Farmer-rel egy kicsit. Ezek hogy jönnek össze? James és ön találkozó, vagy tudják, hogy jött Magyarországról egy tehetséges zongorista? Ez valahogy mindenhol úgy történik, hogy amikor Bécsbe költöztem, szerencse vagy. Akkor elmentem, azt hiszem, egy James Session-re. Az életemben kétszer mentem el a James Session-re, mert igazán nem szerettem azt csinálni. Nem érzem, hogy igazán ez egy jó prezentálás annak, amit csinálok. És az egyik az volt, amikor Bécsbe költöztem, akkor elmentem egy ilyen helyre, és 3 nap múlva kaptam egy állandó fellépést Fenn Greensinkben, és nagyon jó zenészekkel, egy kanadai vibrafonossal, és szóval az volt a kezdetem ott, és abból akkor mások hallottak, és akkor elkezdtem játszani Bécsbe a helyi jazz körben. És akkor onnan tovább. És akkor játszottam nagyobb nevekkel, és akkor utána kaptam egy ösztöndíjat a Berkeley-re. Uh-huh. Ez az a híres Berkeley, ami ahova mindenki... Bostonba, igen. Ahova mindenki próbál. És akkor kaptam egy ösztöndíjat, és akkor kimentem Berkeley-re, ami a Harper interjúval mondtam, hogy egy kicsit komplikált volt, mert nem akart az amerikai konzul beengedni Amerikába, meg minden, úgyhogy, és igaza is volt. De, és a másik az a Berkeley Music of School, ugye? Az Berkeley College of Music. Jó. Bocsánat. Az egy ugródeszka volt neked Amerikában, nem? Ez egy ugródeszka volt, én nem voltam nagyon sokáig Berkeleyben, mert én mielőtt ott voltam, elkezdtem játszani egy pár túradátumot az egyik tanárommal, és akkor elkezdtem Amerikában játszani pár helyen, és... Szóval én nem voltam Bostonban túl sokat az, igen. Nekem az ugródeszka az igazán Kaliforniában kezdődött később, amikor oda költöztem. Azt most már nem kérdezem meg, hogy miért oda, meg minden, de megkérdezem, miért oda? Tulajdonképpen az egyik oka az volt, hogy egy a jazz konziból az egyik barátom, a Vasvári Róbi. Vasvári, a dobos. A dobos, igen. Azt tudod, hogy ő hazaköltözött. Én tudom, tehát ő nekem vele 20 évig éltem San Francisco-ba. Múltkor találkoztam, basszusgitározik. Igen, ő akkor San Francisco-ba élt, és amikor mi csináltuk ezeket a koncerteket a Pécsen, meg minden, akkor az a pécsi koncertverseny, akkor a Vasvári Róbinak volt egy zenekara, úgyhogy mi nem tudom, hogy emlékszel arra, és akkor mi összejöttünk, de én nekem nem volt nagy kapcsolatom vele Pesten, de amikor kimentem Kaliforniába, akkor igen, és akkor életre szóló barátok lettünk. Ez magyar jazz történelem, komolyan mondom. Igen, tudom, hogy Robi... De ezt a Harpernak sem mondtad talán, a Vasvári. Nem, azt hiszem megemlítettem, de nem ennyire részletesen. Úgyhogy a Robi volt az egyik oka, de azon kívül én mindig tudtam azt, hogy a San Francisco és környéke, annak volt egy zenei stílus és egy bizonyos zenei kémia, amit ott történt, amit én éreztem, hogy nekem az megfelelő volt. Amúgy, hogy váltsunk egy picit, és már említetted ezt a zenei, San Francisco zenei stílusát, milyen a jazz helyzete az USA-ban? Általánosságban nézve? Igen. Tehát mennyire népszerű, mennyire támogatott, mennyire oktatásban mennyire van jelen, ilyenek. Ez érdekes, hogy az oktatást felhoztad, mert manapság az oktatás az olyan magas fokra jutott, és ennek én része vagyok, mert Amerikában. Mert minden évben van egy pár tanítványom, akik felvételeznek ezekre az egyetemekre, például mint a Manhattan School of Music, Juilliard, New England Conservatory of Music, Berklee College of Music, University of Miami. Ezeken a helyeken vannak a leghíresebb jazz departmentek. Érted? Ez többnyire egy all-star fakultáns, ismert emberek, ez name recognition emberek, ezek a fiatal diákok mennek oda, mert azok akarnak tanulni, akiket
idolizálnak. Úgyhogy az amerikai education az fantasztikus. A lehetőségek, amikor az iskolából kijönnek... Na, azt majd megbeszéljük a következőben. Az egy másik sztori. Ez egy nagy kérdés lesz majd a következőben. Emlékszel-e arra, hogy 2008-ban vagy 2010-ben találkoztunk Erdélyben, Brassóban? Jöttél a Viktor Béli zenekarra, meg a Legtime-val játszottam, és az egy... Akkor találkoztunk először. Ki volt akkor a Viktor Bélinek a zenekarjában? Lenny White. Lenny White dobog. Benny Maupin, azt hiszem. Benny Maupin szakszofon az oké. Horváth Péter, zongor. Ugye? Igen. Gitáros nem volt. Nem volt gitáros. Igen, nem volt gitáros, és akkor találkoztunk. 20 év után valami. Majdnem 30, vagy 25, vagy valami ilyesmi. Jó, igen. Sose felejtem, elnézést, hogy személyes, hogy fönn beállás volt, és akkor jöttetek be valahonnan a Kaukázusból, úgy sorba. Igen, valahonnét jöttünk Kaukázusba, de arra emlékszem, hogy a túrabuszba voltunk, és a túrabuszba mi késtünk, igen. Mert az egész utazásunk elcsúszott. Igen, igen. És kaptam egy telefont valakitől, hogy a Gajer Feri lesz Brassóba, és úgy üdvözölt. Te nem tudom, hogy erre emlékszel. És akkor én elájultam, uh-huh. hogy most nem láttalak, mit tudom én, 28 igen. éve, és most fogjuk egymást látni. Úgyhogy amikor én megérkeztem Brassóba, akkor én már tudtam, hogy te ott leszel. Nem tudtam. Látod, még derül neki. Igen, akkor igen. Most viszont egy Viktor Béli felvételt meghallgatunk. Okay. Jó, egy kicsit zenéljünk. Thank you.
Na kérem szépen, muszáj lesz egy picit beszélni arról, hogy kikkel játszottál együtt. Tehát most megint világsztárokról beszélünk, azért ezt érdemes elmondani. Olyan a lista, hogy az borzalmas, mert én láttam, néztem a honlapodon, meg a biódon, amit elküldtél. Légy szíves, beszélj ezekről, és kik voltak a legnagyobb hatással rád? Hát a korábbi éveimben San Francisco-ba, amikor elkezdtem, pár évre rá játszottam a Joe Hendersonnal, akkor még élt, és szintén egy nagyon ami egy szuper élmény volt, szintén a Bobby Hutcherson, uh-huh. vibrafonossal, aki ott élt San Francisco környéken azokban az időkben, úgyhogy ővel csináltam egy pár túrát, szintén egy szenzációs élmény volt. Akkor még a 20-as éveimben voltam. De ugyanazok az idő alatt én már játszottam ezeket a funkier dolgokat, meg minden, és akkor kezdtem el játszani ismertebb emberekkel, akik abban a műfajban ismertek voltak, és aztán később egymás után a dolgok történtek, hogy például itt egy példa, amikor már Victor Baileyvel játszottam, akkor a Kenny Garrett-en keresztül kaptam egy ajánlatot a Richard Bonahoz például, egy túra, amit nem tudtam csinálni, mert a Layla Hathaway-el voltam túrázni. Szóval akkor egyszerűen kezdtek a dolgok úgy összeinni, hogy egyszerűen túl sok történt egyszerre, és elmulasztottam. Kapos lettél. De szerettem volna mindegyikkel játszani, igen. De az lehetetlen. Aztán később játszottam a Billy Cobham-mel, de azt hiszem, hogy fogsz játszani egy ízét, a Victor Bailey és a Billy Cobham-mal volt egy trió felvétel. Hát tulajdonképpen ez az Absolute Reality, az rengeteg. Igen, azokat a zenészeket, akik végül is világsztárok és ikonok, és részt vesznek a legjobb. Igen, az Absolute Reality-nak a zenész kiválasztása az úgy történt, hogy én nekem volt egy elképzelésem, hogy a dolgok hogy szólnak, amikor aranzsáltam és írtam a számokat. És akkor úgy döntöttem, hogy bizonyos számokba akartam a Ricky Lawson dobolni, akinek a játék stílusa, amit hallottam a zenémbe, de viszont össze akartam őt tenni a Victor Baileyvel. Uh-huh. És ők mind a kettő ikonikus zenészek Amerikában. Ricky Lawson játszott az összes Michael Jackson túrától kezdve, a Yellow Jackets-től kezdve mindenki. A Victor Baileyt meg ismerjük, igen. Weather Report, meg Steps Ahead, meg minden, úgyhogy, de ők még nem játszottak soha együtt, úgyhogy én ezt elképzeltem, ezt a kombinációt. És akkor a zenei kémia a kettő között nagyon jó volt, úgyhogy akkor az úgy történt, akkor bizonyos számban gondoltam, hogy Randy Brecker jól szólna a trombitával, úgyhogy akkor ő játszott azon, akkor egy másik számon, ugyanazon számon tulajdonképpen, amit New Yorkban vettem fel, az a Lenny Dobol, Victor Bassos, és a Randy Brecker szaxofonozik, illetve trombitázik. Úgyhogy akkor például a többnyire latin típusú dolgok, kompozíciókra Wilfredo Reyes Jr. Dobolt, aki nekem volt a megfelelő arra a számra. Szóval így választottam össze. Most dolgozok egy lemezen, ami egy kicsit más lesz, mert valószínűleg egy ritmus szekciót fogok használni. Ez az új lemezet, ami most dolgozok. És majd, amikor hazamegyek, akkor megyek be a stúdióba. Ezt úgy fogom hívni, hogy Trios Plus, tehát Trio és Plus, ami azt jelenti, hogy ez többnyire trio lesz minden, de nem szükségszerűen straight ahead jazz, tehát igen. Nem standardek, meg ilyesmi. Hanem majd később beszélünk a másodikban, mert sajnos az első résznek lejárt az ideje, és nagyon millió dolgot tudnánk még átbeszélni, és hát annyi érdekes dolgot mondasz itt az amerikai jazzről, meg a saját életedről, de vége van az első résznek. Önök a Heti TV Heti Jazz című műsorának az első részét hallották, amiben Horváth Péter, kiváló jazzzongorista, világsztár volt a vendégem. A műsor az kedden megy le a Heti TV-ben, aztán csütörtökön pénteken ismételjük, és felkerül a YouTube-ra is. Kérem, a második részt is majd kísérjék figyelemmel, ami majd hamarosan következik. Thank you.
Thank you.